Lajos vagyok, a Patacsrácváros Egyesület elnöke, Patacsi Pilvax főszerkesztője, és a Patacsrácváros Devizakáros Útak Pertársaság vezetője. A mi szervezetünk 2009. november 13-án alakult, Patacson a Mini Presszóba, és azt mondták, hogy nem fognak bennünket komolyan venni. Akkor azt mondtam, hogy mától ez a hely neve illetesség Patacsi Pilvax néven, mert 48 is onnan indult. Egyetértek, amit előttem elmondott a 4. köztársaság pártelnöke. Sajnos Magyarországon a hazugság állami és pártmonopóliummá vált. Hazugnak nekünk éjjel-nappal, ez természetesen az itt levő pártok képviselő nem igaz, főleg azokra, akik most a parlamentbe igyekeznek. Azt, hogy így kisiklatták a rendszerváltást, azt a mai teljes politikai elit, Gyurcsány Ferenctől kezdve Orbán Viktorig, Kövér Lászlótól, mit tudom, bármilyen nevet mondhatok, felelőse. Sehol a világon a demokrácia nevében annyi bűnt, mint Magyarországon, még nem követtek el. Nem véletlenül mondta Churchill, hogy nem biztos, hogy a demokrácia jó dolog, meg költséges. Főleg így, ahogy Magyarországon csinálják. A politikusok, ezek nem politikusok. Gyakorlatilag a rendszerváltó pártokat, azokat is, akik már megszűntek, mondjuk az SZDSZ, mondjuk a Kisgazdapárt, megszállta egy bűnözői galeri. Mindegyiket. Nincs bajom az egyszerű MSZP taggal, nincs bajom az egyszerű Fidesz taggal, hanem azzal a pártelittel, amelyik visszaél azzal, hogy neki a közt kéne szolgálni. Sem Magyarországnak, sem Bécsnek nem szolgái vannak, hanem urai. Sokkal rosszabbak, mint amit a középkorban megszoktunk. Ezek az urak a demokrácia álcája mögé gyakorlatilag lábbal tiporják az alkotmányt, illetve most a alaptörvényt, lábbal tiporják a törvényeket, és sajnos a korrupt igazságszolgáltatás tökéletesen kiszolgálja őket. Magyarországon nem volt elszámoltatás, a mutyi demokrácia alakult meg, már a Rózsaszentdombi paktum is egy nagy mutyi volt. Ugyanez folytatódik a napjainkban, hogy világosan beszéljünk. Azt is világosan látni kell, hogy bármilyen lelkesek vagyunk, nekünk az ászló 2018-ra fog állni. Most nagyon rövid az idő, nem tartjuk fel a kezünket, nem adjuk meg magunkat, harcolni fogunk. Harcolni fogunk, bármilyen hosszú is lesz az odavezető út, de győzni fogunk, mert most már elég volt. Tehát nekünk 2018-ra áll úgy az ászló, hogy megerősödjenek azok a pártok, akik majd itt ismertetik a programjaikat, és ezek végképp leszerepeljenek. Az is furcsa dolog, hogy azt mondták, hogy a diktatúrában a négy fél megmondani az igazat a vezetőknek, hát ugye ott a diktátor ott ül, hogy minden szép, minden nagyon jó, és mindennel meg vagyunk elégedve. A demokráciában megfordult a helyzet. A vezetőink félnek nekünk megmondani az igazat. Helyette hazudnak, lopnak, csalnak. Ezt ki kell, hogy mondjuk. A másik, amit szeretnék mondani, hogy most az egyik párt, amelyik szintén a parlamentbe igyekszik, benyújtott egy kezdeményezést a devizahitelesek kivizsgálásával. Napokon belül szét fogom küldeni, Erzsikéjék tudnak róla, meg jó pára. Nem csak ezt kell kivizsgálni. Ki kell vizsgálni, mi történt az olajszőkítésnél? Mi történt például a Posta bankügynél? Mi történt a KNH a pulcsárügynél? Ahol a teljes politikai élet minden szereplője vastagon érintett. 11. éve folytatódik a per. Első fokon ugye anulálták az ítéletet. 4,2 milliárd forint adópénzünkbe került. Azt szeretném, hogyha mi most tényleg olyan cövekeket vernénk le, ami mentén el fogunk jutni 2018-ig, mert sajnos, még egyszer mondom, rövid az idő, most sem adjuk meg magunkat, küzdeni fogunk, mint az oroszlán. És hogy Dobó mondta az egrék testüket, inkább kevés oroszlán, mint sok nyugodt. És mi oroszlánok leszünk innentől.
és szépen halkan el kell mondanunk az igazságot, mert nem lehetünk olyan nemtelenek, mint a magyar parlamentben van, mert a hangerő növekedésével soha nem fognak mélyülni a gondolatok. A másik, amit szeretnék mondani, hogy összehoztunk egy olyan kezdeményezést, hogy Pécs Baranya polgári kontroll. Már a civil szót is kivettük belőle, mert vannak itt ilyen fizetett civilek, mint a civil összefogás, aki ugye szervez olyan békemenetet, hogy nem leszünk gyarmat. Mi több száz éve gyarmat vagyunk. Nekünk kell majd elszakítani, nekünk kell megvívni a saját függetlenségi háborunkat, mert gyarmat vagyunk. A mindenkori politikai elitünk kollaborált tatárral, törökkel, Habsburggal, szovjettel. Létrehoztunk egy olyan dolgot, igen, hogy itt állítunk Baranyába, Pécs városába egy teljes listát, Baranyába egy megyei listát, és megpróbáljunk innen, ha ezt meg tudjuk tenni, akkor elkezdünk országosan építkezni. Köszönöm szépen a figyelmet!